Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díja minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Visszatérve a kérdésekre, az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt látható ez a torony. Ennek nagyon sok jelentősége van. Például az, hogy szeretne valamit megnagyobbítani. Ez sikerülni fog, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. Ez lehet egy nagy cég tervezése, valaminek a kiépítése. Amit a torony még jelenthet, egy nagy város, vagy egy kirándulás tervezése, vagy ott él a közelben, ez is szerencsét hoz neki. A torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, itt is lesz egy szerencsés kimenetel. Amit a torony még jelenthet, ha ő fogva érzi magát egy bizonyos helyzetben, vagy kapcsolatban, ahol nem érzi jól magát, ahonnan ő ki szeretne lépni. Sikerülni fog, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. És hogyan érzi magát? Itt megvan a remény arra, hogy le tudjon valahol horgonyozni. Ez lehet a hivatása, ez lehet a lakhelye, ez lehet a párkapcsolat, a hajó jelenti a reményt. Amit a hajó még jelent, külföldi kapcsolatok, utazások, ahol le tud horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy itt lesz egy jó ajánlat, egy nagy cég, ahol külföldön tud dolgozni. Ez az út, ez az utazás lehet egy belső út is, egy spirituális terület, vagy egy lelki kapcsolat kettőtök között. És mit fog tenni? Itt ez a kutya jelenthet egy házi állatot. Az is lehet, hogy ez a kutya meghalt, például. Vagy azt is jelenthetik a képek, hogy lezár bizonyos kapcsolatokat, barátságokat. Arra is utalhatnak a képek, hogy eddig olyan barátilag közeledett hozzád, fogva érezte magát, hiszen voltak félelmek, bizonytalanságok, hogy elutasított őt, holott ő nálad le tud horgonyozni. Megvan a remény és a hit, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva, és ezt a baráti közeledést lezárja, és más szándékokkal közeledik hozzád, vagy nyíltan kimutatja az érzelmeit. Az is lehet, hogy egy régi barátság újra fellendül, lehet egy külföldi kapcsolat is. És mi fűz össze benneteket? Itt az egerek eltávolítanak valamit. Mivel az egerek, úgy mondjuk a kártyavetésnél felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, ez a csendes időszak, ez a baráti közeledés elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják. És itt van a szerencse, a remény,
hogy nálad le akar ez a férfi horgonyozni, le akar gyökerezni. Az is lehet, hogy vannak félelmek részedről vagy részéről, hogy ez a kapcsolat elmúlik, mert az egerek tulajdonképpen ezt is el tudják távolítani. De mivel itt van a szerencse, a remény és a biztonság érzete, én úgy gondolom, hogy itt nem szakításról van szó, hanem bizonyos félelmekről, meg hogy változik valami kettőtök között. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!